keresünk telefonnal. Petike Józsefné, Ugyanis utca 2, 73-tól van telefonigénylése, előzőleg a Varsány utcában laktak, 84-ben költöztek a Jenis László utcába. Érdeklődés során telítettségre hivatkozva elutasították a kérdését, 13 éves a telefonigénylése. Mikorra várhatja a készülék beszerelését? Hát Petike Józsefné ügyfelünket én jól ismerem, legalábbis levél. Hát 13 év, gondolom, 13 év volt, egy pár levélváltás történt, mind vele, mind pedig a munkáltatójával, és én előre egy szíves elnézését kérem, meg kellett jegyeznem a sorrendiséget. 1971-ben adott be valóban tábeszülő kérelmet, 74 első 18-án. Akkor 1972-ben a Pécsi tábeszülő főközpont rohamosan betelt, 74-ben még azok új igénylőnek minősültek, tehát nem az új igénylőket, hanem a régebbi várakozókat elégítették ki. A Varsányi utcai hálózat megtelt, mire ő komolyabb igénylő volt időben. Egyébként elég merev hálózat, ezt fejlesztenünk kell majd a későbbiek során, ezt meg is beszéltük itt a erre illetékes kollégákkal. 1981. augusztus 27-én erről értesítettük, hogy ott ilyen is ilyen gondok vannak, a munkáltatóját. Ő munkahelyet változtatott közben, az új munkahelyén is a munkáltató javaslatára reagáltunk, férjének írtunk levelet. Na most ő elköltözött végül is a Jenis László utcába, ahol megint egy olyan területre költözött tovább, ahol hálózat nem volt kiépítve. Most kiépült a hálózat, most telefonközpontunk telített. Szóval ez egy ilyen pech. Én nagyon sajnálom őt, én bizonyos vagyok abban, hogy a új központ megépülésekor... És esetleg nem költözik el. Hát ha nem költözik, megint olyan helyre, például Mecseknyugat, ahol utána kell menni a hálózati építésnek. Ugye? Szóval nagyon nehéz szinkronban lennünk itt a fejlesztések a város építési ütemével. Ő egy elég pekes ember, a Petike Józsefné elvtársnő. Én bízom abban, az én előbb-utóbb megoldódik az ő tábeszélő kérelme, és én még egyszer szíves elnézését kérem. Nem tehetünk róla, hogy amikor van vödör, akkor nincs víz. Gondolom tetszik is.